Már több mint egy hete nyilvánosságra kerültek azok a bizonyítóerejű videófelvételek, amelyeken az Orbán Viktor áldásával szabadon engedett bicskei pedofil segítő ugyanazt követi el, ami miatt egykor börtönbe került. K. Endre hamis vallomásra próbálta rávenni az egyik bicskai áldozatot, ennek ellenére továbbra is szabadlábon van, a rendőrség nem tartóztatta le. A demokratikus koalíció szerint az orbáni pedofil hálózat működését bizonyítja, hogy az elnöki kegyelemmel és Orbán jóváhagyásával szabadon engedett bicskei pedofil segítő folytathatja az egykori áldozatok zsarolását. Miért nem tartóztatja le a rendőrség K. Endrét? Talán Orbán Viktor tiltotta meg? Miért félelmítheti meg a bicskei pedofil igazgató áldozatait K. Endre? Miért a pedofil bűnözőket és bűntársaikat védi az Orbán kormány a pedofilok áldozatai helyett? Mi DK-sok véget fogunk vetni ennek. Ki akarjuk söpörni az orbáni pedofil hálózatot, mert nem hagyjuk, hogy Magyarország a fideszes pedofilok vadászterülete legyen. A K. Endréről készült rejtett kamarás felvételek már nem hagynak több kétséget. Egyetlen magyar gyermek sincs biztonságban, amíg az orbáni pedofil hálózat működik, mivel a tettesek nem csak megúszhatják a börtönt, hanem az elnöki kegyelem után ugyanúgy folytathatják, ahol abba hagyták. A rendőrség és az ügyészség feltett kézzel nézi végig, ahogy K. Endre komfortosan jár kell az országban, és zsarolja az egykori pedofil főnöke áldozatait. Immár egyértelmű, hogy amíg Orbán Viktor hatalmon van, addig pedofil hálózata is biztonságban van. A demokratikus koalíció szerint az orbáni pedofil hálózat működését bizonyítja, hogy az elnöki kegyelemmel és Orbán jóváhagyásával szabadon engedett bicskei pedofil segítő folytathatja egykori áldozatainak zsarolását. Miért nem tartóztatja le a rendőrség K. Endrét? Talán Orbán Viktor tiltotta meg? Miért félelmítheti még mindig meg a bicskei pedofil igazgató áldozatait K. Endre? Miért a pedofil bűnözőket és bűntársaikat védi az Orbán kormány a pedofilok áldozatai helyett? Mi DK-sok véget fogunk vetni ennek. Ki akarjuk söpörni az orbáni pedofil hálózatot, mert nem hagyjuk, hogy Magyarország a fideszes pedofil vadászterülete legyen.